Bár csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Balázs Péter volt EU-biztos külügyminiszter, és sorolhatnám feladatait. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönöm, hogy egy ilyen kora reggelen, hideg kora reggelen bejött hozzánk. Hát nekem az jut eszembe, hogy a helyzet fokozódik. Az izraeli biztonsági kabinet tegnap egész nap ült, és megszüntették a gyakorlatokat, megszüntették a szabadságokat, de az arab világ, az egész öböl térség, és mindenki készül valamire. Mire készülnek? Közben természetesen Teheránban megpörögnek a centrifugák. Nagyon komoly fenyegetések hangzottak el, mind iráni részről, mind pedig amerikai részről, és ez az egész térségnek a biztonságára hatással lehet. Sokféle fenyegetést alkalmaznak a világpolitikában. Nagy részüket senki nem veszi komolyan, szavak, amelyek erőlnek. Ebben az esetben azonban olyan fenyegetésekkel... De a Twitteren vannak írva, megmaradnak. Hát az a kérdés, hogy mennyi valószínűsége van annak, hogy be is váltják. Na most pillanatnyilag egy olyan helyzettel állunk szembe, ahol mindkét félről föltételezhető, hogy valamit a fenyegetésekből be fog váltani. Az iráni fenyegetések nagyon komolyan és veszélyesen hangzanak, és elképzelhető, hogy a Szulejmáni megölésére valamilyen akcióval valaki reagálni fog, és akkor következik Donald Trump, aki lehet, hogy ő is reagálni fog, de most ettől fél a világ, ettől óvja őket sok józan erő, mert eszkalálódhat. Igen, a helyzet eszkalálódhat, de valamilyen kapcsolatrendszerbe kéne, hogy legyen, hisz az amerikai elők ott állomásozó parancsnoka éppen kivonulásról beszélt, miközben az amerikai elnök meg 3000 katonának az érkezéséről beszélt. Hát ugye az amerikai magatartás egyáltalán nem következetes, ezt látjuk. Eddig se volt az, mert az elnök Twitter üzenetei néha ellentétbe kerültek az amerikai hivatalos vonala. Na most onnan Amerika vissza akart vonulni, csökkentette az aktivitását, nem avatkozott bele, még akkor sem, amikor jó lett volna, hogyha NATO erőként... Átadta a helyét az orosz képviseletnek? Hát ugye, ha vákum keletkezik, azt betöltik. Ez mindenütt így működik. Na most miután a nyugat kicsit visszavonult, kezdettől fogva eléggé passzív volt a szíriai, nagyon veszélyes és nagyon bonyolult helyzetben, ezt az űrt betöltötte az orosz diplomácia, azután a török. Így van. Tehát ott nagy, és a háttérben azért Szaúd-Arábia is ott van, erős hadsereggel, sok pénzzel, érdekekkel. Na most a térségben kialakult egy olyan bonyolult helyzet, ahol mindenkinek több ellenfele van, ezt teszi bonyolult. Tehát nem egy egyenes frontvonal, hát, és két oldal. A térség nem minden muzulmán a síita. Pontosan, tehát egymást is ölik a muzulmánok, síiták és szunniták. Na most ezzel a meggondolatlan akcióval, azt kell, hogy mondjam, hogy ez eléggé meggondolatlan volt Trump részéről. De likvidálni akkor lehet valakit, hogyha éppen föl van kínálva, tehát megvan a hely, azért ennek az embernek a kezéhez nagyon sok vér tapad. Lehet majd béke Nobel-díjat adni neki valamelyik halálának évfordulójára, de azért külügyminiszterről az ékszerelmére itt egy tömeggyilkosról beszélünk. Akad még néhány tömeggyilkos a világban, aki szabadon járkál, és vannak veszélyes politikai erők, ez nagy baj, de nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogy egy harmadik országban egy teljesen nyílt és felvállalt dróntármadással... Hát ez a béti szerződésekkel, meg a nemzetközi szerződésekkel... Megölik, és ugye... Egy konfliktusban viszonylag könnyű belemenni, egy valakit likvidálni, Ferenc Ferdinándot Szarajevóban, és lesz belőle egy virágháború. Na hát most, igen, mert az embereket nem csak ki kell vinni a térre, hanem haza is kell haza vinni. Haza is kell vinni, tehát úgy kell belemenni egy konfliktusba, hogy jól fogok kijönni belőle, tehát győztesként jövök ki belőle. A katolikus egyháztól lehetne tanulni, mert a mise végén, ha jól értem, akkor azt mondják, és menjetek békével. Aztán a kérdés, hogy utána... Igen, lehet, hogy ilyet is lehetne mondani. Most nem lehet ezt mondani, hanem sikerült Iránt
egységesen mozgósítani, a belső ellentéteket azonnal félretették, pedig akad ott is, mert van egy modernizációs vonal, aki szeretne inkább a nyugati módon élni. Hát volt, aki nem gyászolt, hanem táncolt. De azért nagy egységbe kovácsoltat, különböző iráni városokban 100 000 számvonultak az emberek, bosszúért kiáltottak. Minden PR lehetőségét az irániak ennek kihasználtak. Ők használták ki, és holott Trump arra számított, hogy majd az ő novemberi elnökválasztási esélyei fognak megnőni egy ilyen cselekedet nyomán. Na most nem csak Iránt. Na de előtte már tulajdonképpen hitetlenné vált, mert ott volt ugye a szaúd-arábiai eset, ott volt Észak-Korea, és még sorolhatnám, amikre nem válaszolt, egyáltalán úgy csinált, mint egy strúc homokba. Mondtam azt, hogy következetlen az amerikai külpolitika, tehát nem egy kiszámítható, nem egy egyenes vonal mentén halad, hanem nem csak Iránt, az egész síita tengelyt, ugye, ami egy nagyon fontos vonulat, mert Irán mellett ott van Irak, túlnyomó rész síita, ott van Szíria nagy része, Libanon. Ott van Libanon egy része és a Hezbollah. És na az most, alvó sejtjeik szerte a világban. És szerte a világban, na most, ha ebből bárki, lehet, hogy nem is központi utasításra, vagy iráni szándék szerint, hanem egyéni akcióként lép valamit, valamit fölrobbant, valamilyen gyilkosságot elkövet, arra válaszolhat Amerika, lecsaphat, lebombázhat valamit Iránban, nem az összes 52 célpontot, amit Trump megkérdezett, egy valamit, és onnantól megy az eszkaláció, fölmegy az olaj ára, bekapcsolódnak mások, és ugye már az orosz és kínai magatartás elválik a nyugati magatartástól. Nagyon veszélyes helyzet. Mégis az eseményeket követően a jó öreg európai kontinens, minthogyha nem értett volna egyet az Amerikai Egyesült Államok döntésével, majd aztán ezekre a percekre, mintha felzárkoztak volna, kivéve Macron elnököt, aki úgy látszik, hogy azt hiszi, hogy ő az Európai Unió vezető nagyhatalma, vagy ez így is van? Hát Európa kicsit távol van ettől, és ugyan a nagyobb európai hatalmak, Németország, Franciaország és az éppen válófélben lévő Egyesült Királyság ott vannak, és fontos érdekeik vannak, de nem elsőrendű játékosok. Na most arra a megjegyzése, hogy Macron vajon mit gondol, Macron számot vetett azzal, hogy Európában pillanatnyilag ő a leginkább cselekvőképes nagyobb tagállam az Unióban. Ugye angolok távozóban, spanyoloknak megint nincs kormányuk, Olaszországban is nehézségek vannak, Németországban a nagy koalíciót együtt tartani nem egy egyszerű dolog, ki marad? Ő marad. Nála egységes a kormányzás, még akkor is, hogyha a belpolitika hát elég gyöngelábakon áll. Az így van. Alatt, hogy ez nem fontos. Nagyon rosszkor kezdett neki a nyugdíjreformnak, tehát otthoni stabilitása nem adott, de ezzel együtt külpolitikailag ő egy cselekvőképes, aktív, egy hiperaktív állam. Az Európai Uniónak, az új bizottságnak van egy külügyi megbízottja, volt spanyol külügyminiszter. Ő kávéra hívta meg teheráni kollégáját. Egy kávé mellett kell, tehát ez amit Európa, mint egy Európai Unió föl tud ajánlani, hogy meghívjuk kávéra a teheráni külügyminisztert? No, azt szögezzük le, hogy Josep Borrell a harmadik külügyi főképviselő ebben a székben, ebben a funkcióban, és végre egy tapasztalt diplomatára bízták hát ezt igen, a feladatot. Nem gondoltam arra, hogy oda fog repülni és lelövi a teheráni kollégát. Tehát ő mindenképpen egy nagyon tapasztalt diplomata, és az európai ügyekben is rendkívül jártas, többféle funkciót töltött már be, volt egyébként az Európai Parlamentnek is elnöke, ismeri a játékszabályokat, közvetítésre vállalkozik. Na most a közvetítést lehet így is tálalni, hogy üljünk le egy kávéra és beszélgessünk. Ő megpróbálna közvetíteni, mint ahogy egyébként Európa az iráni atomalkuban is nagyon ügyes közvetítő szerepet játszott annak idején. Én az a baj, hogy önnek mindig igazat szoktam adni, ám ma úgy látszik, hogy ez nem sikerül, mert mi közben beszélgetünk, így a füleimmel hallom, ami persze nem is biztos, hogy a zajt is csinál, hogy
ott azért pörögnek ezek a dolgok, amivel az urán tisztítják, és abból utána majdnem cukorka készül. Így és van. Ezt meg is mondták. Na most a helyzet nem ott végződött, hogy az atomalkut megkötötték, hanem ott folytatódott, hogy az USA kiszállt belőle. És ezzel az egész dolog instabillá vált. Mert lehet, hogy nem tartotta be? Nem biztos, erről de hogyha... Erről a megfigyelők is azt mondták. De hogyha az USA benne marad, és a nagy nyugati hatalmak keményen kitartanak amellett, hogy vagy lecsökkenti az urándúsítást a kívánt szintre, és akkor nincsenek gazdasági szankciók, vagy pedig jönnek a gazdasági szankciók. Ez egységesen kell felsorolni. De a nyugat, illetve főleg Európa hatalmas üzleteket kötött Teheránnal, Teherán újjáépítéséről, új repülőgépek, olyan megrendelések, a nem létező válságból azonnal talpra állt az egész világ. Amikor a külpolitikába sorba rakjuk az érdekeket, akkor kétségtelen, hogy a gazdasági haszonszerzés nagyon fontos. De van valami, ami azt is megelőzi. És ez a biztonság. A lét és a vagyonbiztonság. Na most, ha Irán a tűzzel játszik, ha az atomot piszkálja, hogyha olyan fokra viszi az urándúsítást, hogy abból egy év alatt lehet bevethető atomfegyvert készíteni, akkor ez az első. Egyes szakértők szerint még kevesebb üzletet. Hát én azt hallottam, olvastam, hogy körülbelül egy év alatt lehet egy feldúsított irán, urán alapanyagból, iráni urán alapanyagból, igen, használható fegyver. Netanyahu felhebült beszédéből, ami lehet, hogy saját megmentésére vagy kortességére szolgált. Én arról értesültem, hogy ott azért a helyzet nagyon előre haladott állapotban van. Talán ennek köszönhető, hogy az Európai Uniós tagállamok is most, mintha egy picit mára már igazodtak volna az Amerikai Egyesült Államok véleményéhez. Hát, a világ egyik legveszélyesebb feszültséggóca, ahol az eszközök is karnyújtásra vannak, tehát ez a bizonyos nukleáris fegyver, kicsit hasonlatos Észak-Koreához, ahol ez szintén rendelkezésre áll. És de oda az elnök mindjárt elutazik, és békét kötnek, és hát béke Nobel-díjat adnak. Megbízhatatlan kezekben van. Megbízhatatlan kezekben van mind a két helyen. Ugye ez a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mire készülnek, és bármilyen fordulat beleillik az összképbe. Na most pillanatnyilag ezt a helyzetet az Egyesült Államoknak egy lépése éleszte ki. Én azt gondolom, hogy szükségtelenül éleszte ki. Az, hogy az USA nyílt színen fölvállalta a Szulejmáni likvidálását, és ezt nem bízta egyetlen egy más ügynökségre, szervezetre, semmi másra, vagy nem várt egy más alkalmat, nem az akciónak az indokoltságát vitatom, hanem a végrehajtás módját és időzítését, és ez nagyon rossz. Külügyminiszter úr, annyi időnk maradt, még már túl vagyunk az időnk, de muszáj, hogy megkérdezem, mert nem értem. Ebbe az egészben most hol lesz Oroszország? Majdnem Szovjetuniót mondtam, mert ők nagyon békeszeretők voltak annak idején. Ők most hogy tudják fékek és ellensúlyok lenni? Hát ugye Oroszország nagyon ügyesen mozgott ebben a térségben. Említettük már a politikai vákumot, amit kihasznált. Több mindenkivel van egyszerre jóban, és ezt nem tudja mindenki elmondani magáról. Tehát a törökökkel is boltol, Iránnal is jóban van. És itthon nem nagyon adtak hírt arról, hogy nemrég volt egy orosz-kínai-iráni közös hadgyakorlat. Na most mi a híradónkba beszámolt? Ez egy nagyon veszélyes lépés megint, hogy ugye két olyan hatalom, Oroszország és Kína, amely terjeszkedik a határain túl valamilyen módon. Ugye Oroszország ott van Szíriában, a világtengereken, Kína egyelőre az infrastruktúra építéssel, a Sejem úttal hatol el egész Európa szívéig, és ezek összeállnak ezzel a veszélyes és kiszámíthatatlan iráni partnerrel. Na most ebből sok jó nem néz ki. Az orosz diplomácia hosszú idő óta építkezik.
Ugye Szergej Lavrov, hát most már idestova talán 20 éve külügyminiszter, és ennyi idő alatt bizony föl lehet építeni egy olyan stratégiát, ami mindenre kiterjed és mindenre számít. Hát ez volt minden vágyuk, hogy visszatérjenek, és igazi nagy hatalom. És ugye azt látjuk, hogy Oroszország ahelyett, hogy a saját lakosságának a jólétét növelné, rengeteg pénzt fektet a fegyverkezésbe, mert a hatalmát akarja növelni, és nem a saját életének a minőségét. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában dr. Balázs Péter volt külügyminiszter, EU biztost, és mondhatnám meg annyi egyetem előadóját látták és hallották. Köszönöm, hogy itt volt, és visszavárjuk. Következő vendégünk Soproni Tamás, a nemrégen megválasztott 6. kerületi polgármester. Tartsanak velünk!